6 gyorsból 5 jutott, mert az utolsó etap lett egy borulás miatt. Most Barna nem tudta ezt a versenyt elvállalni egyéb okok miatt, aztán Pisti egy-két nappal, három nappal ezelőtt keresett meg, hogy nem megyünk együtt. És Pistinek ez egy új dolog, ez a Mitsubishi-zés a Honda után, így talán tudtam neki segíteni is a versenyem sok mindenben. Remélem, hogy ő is jól érezte magát, én mindenképp. Sikerült felkészíteni az autót, semmi műszaki hibánk nem volt, hála jó Istennek a hétvégén, úgyhogy örül a csapat nagyon. Próbáltunk gyorsan menni, nyilván egy bizonyos kereten belül, nem akartunk nagyon a határokat feszegetni, de úgy gondolom, hogy jól éreztük magunkat az autóban, aránylag gyorsan tudtunk menni, és így tökéletes volt. Került az autót elsődlegesen is felkészíteni a versenyre, ugye volt a múltkori versenyen egy technikai problémánk, úgyhogy bíztunk benne, hogy ezt magunk mögött tudtuk hagyni. Ez úgy néz ki, hogy sikerült is, és sikerült kiegyensúlyozottan, stabilan ugyanazt az eredményt hozni körről körre. Véleményem szerint ez még gyorsította egy kicsit a pályát. Én viszonyultam is ehhez, hogy jobban átnyomtam azokat a kanyarokat, amik meg lettek javítva. Ez az összidőben látszik is így a tavalyiakhoz viszonyítva.